Sziasztok! A mai ez egy szerzeményes videó lesz, és nem is akármiket fogok nektek mutogatni, ugyanis néhány nappal ezelőtt Bécsben voltam vásárolni, pontosabban voltunk, mert hogy 9-en mentünk együtt lányok. Szuper nap volt, egyszerűen istenien éreztem magam. Nagyon sokat sétáltunk, és nagyon meleg is volt, de igazából a társaság az egyszerűen remek volt, szóval tényleg nagyon jól éreztem magam. És mivel Instagramon és Facebookon is nagyon sokan kértétek, hogy mutassam meg, miket vettem Bécsben, így most ez fog következni. Elnézést kérek a természet hangjaiért, meg a mindenféle beszűrődő zajokért, de baromi meleg van, szóval muszáj vagyok nyitott ablaknál videózni, de remélem, hogy azért nem lesz nagyon zavaró. 3 boltban vásároltam. Szerettem volna igazából még a Müllerben is vásárolni, de azt végül lekéstük, mert hogy amikor megérkeztünk a pályaudvarra reggel, akkor bementünk a Müllerbe, de úgy voltunk vele, hogy hát basszus, ne vásároljuk már fel a fél Müllert itt a nap elején, hanem majd úgyis visszamegyünk a pályaudvarra, hiszen onnan megy majd a vonatunk. Viszont azt nem néztük meg, hogy meddig van nyitva az üzlet, és a Müller az 6-kor bezárt, mi pedig olyan 4-7 körül értünk a pályaudvarra, úgyhogy a Müllerről sajnos így lemaradtunk, de nem bánkodom, mert amúgy is szuper dolgokat sikerült vásárolnom. A sminket a végére hagyom, mert abból van több, de azon kívül is vásároltam még egy-két dolgot. Természetesen bementünk a Forever 21-ba. 2 darab lábbelit vettem 13 euróért, ugyanis volt egy szuper akció, amelynek keretében egy cipő áráért vehettél 2, úgyhogy én is természetesen vettem 2 nyári lábbelit. Az egyik ez a papucs. Úristen, de hülyén sikerült felmutatnom. Egy ilyen teljesen egyszerű kis lapos talpú papucs, aminek azt hiszem a színe az a tomato, tehát paradicsom színűek a pántjai, és ilyen, nem is tudom milyen anyagból van, kicsit ilyen velúrszerű valami. Azért választottam igazából ezt a papucsot, mert szerintem tök jól megy ilyen fekete-fehér szettekhez, vagy hogyha felveszek egy farmer rövid nadrágot, egy egyszínű fehér-fekete vagy szürke pólóval, ami kicsit talán uncsinak mondható, de egy ilyen színes papucsal szerintem tök jól fel lehet dobni egy ilyen egyszerűbb összeállítást is. A másik, amit vettem, az pedig ez a Sandy. Volt feketében is, és nagyon sokáig vaciláltam, hogy melyiket vegyem meg belőle, de végül emellett a nude szín mellett döntöttem el, hogy fekete Sandy az már van, gondoltam, legyen akkor egy ilyen nude. Nagyon tetszik, hogy itt középen ez a pánt, ez ilyen aranyszínű, és szerintem ez is rengeteg dologhoz megy, ruhához, rövid nadrághoz, szoknyához, szinte bármihez fel lehet venni. Ezért a 2 nyári cipőért fizettem 13 eurót, ami szerintem eléggé jó vásár volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy bementünk a Forever 21-ba is. Aztán voltunk még a Fossilban. Megmondom őszintén, hogy nem vagyok benne biztos, hogy van-e nálunk Fossil üzlet, de szerintem nincs, mert hogy Fossil órákat, azokat ugye lehet kapni ékszerboltokban, meg Fossil ékszereket, de szerintem nálunk Fossil bolt nincsen, tehát ahol táskákat, pénztárcákat, meg ilyesmiket lehet kapni, de javítsatok ki, ha tévedek. Mindenesetre bementünk a Fossilba is, és én ott vettem egy pénztárcát, ami szintén le volt árazva. Ez egy ilyen nagyon szép nude színű pénztárca, már használatban van, tehát azért van most egy kicsit így kitömve. És nekem nagyon tetszett a színe, meg az, hogy nagy, de mégsem olyan brutálisan nagy, mint az előző pénztárcám, amit használtam. Most nem hoztam ide, de az magasabb is, meg szélesebb is, meg vastagabb is, szóval már nagyon-nagyon elegem volt belőle. Van egy csomó kártyatartó rész, láthatjátok itt is, meg itt is, illetve ide is lehet bedugni. Itt a hátulján pedig van egy ilyen cipzáros apró tartó vagy pénztartó rész, 2 patent is van, tehát hogyha kicsit jobban megtömi az ember, akkor nem kell így feszegetni, hogy bevenjen a szorosabb patentba, hanem be lehet lazában is kapcsolni. És egyébként nagyon puha anyaga van, nem ez a nagyon merev, tudjátok, vannak ilyen nagyon merev anyagú pénztárcák, én azokat annyira nem szeretem, és nagyon tetszik, hogy ugye a cipzár az aranyszínű, meg ugye itt a logó is, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon jó vásárt csináltam ezzel a pénztárcával, és nagyon-nagyon örülök neki, mert egy ideje szenvedek a pénztárcákkal, hogy mi legyen, milyen legyen, de ezt amikor megláttam, tudtam, hogy egymásnak lettünk teremtve. És hát a végére hagytam a legjobbat, mert természetesen, hogy ha már Bécsben jártunk, akkor nem hagyhattuk ki a Kiko üzletet sem. Hát szó szerint berobbantunk oda, és kifosztottuk a boltot. Na jó, azért nem. Hagytunk még ott másoknak is minkeket, de azt hiszem, mindannyian vásároltunk a Kikóban valamit, és nem is egy dolgot, de tényleg annyira jó sminkjeik vannak, és most ugye ott is megkezdődött a leárazás, úgyhogy egy csomó minden akciós volt, szóval
nem fogtuk vissza magunkat. Én vettem egyrészt egy kétvégű szemceruzát, ezt nem tudom, hogy melyik kollekció volt, de ez valami limitált kollekció volt, aminek a sminkjeit most leakciózták, In the Shade, lehet, hogy In the Shade az a kollekciónak a neve, mert hogy ide az van írva, így néz ki, nagyon szép egyébként maga a ceruza is. Az egyik végén egy nude szemceruza található, ezzel húztam most ki a vízvonalamat, iszonyatosan pigmentált, nagyon jól fog, nagyon krémes, remélem, hogy tartós is lesz, mert szerintem isteni a vízvonalra. A másik felén pedig egy bronzos színű szemceruza vagy személyceruza van, én valószínűleg az egész személyemre fogom majd használni. Ez a szemceruza nagyon krémes, nagyon pigmentált, nagyon jól fog, nem kell 20-szor áthúzkodni a szemen, úgyhogy ezt biztos, hogy nagyon szeretni fogom. A Kiko honlapján lehet rendelni Magyarországra is, szóval, hogyha esetleg valakinek valami megtetszik, vagy jár mostanában olyan helyen, ahol van Kiko üzlet, akkor ezeket meg tudja nézni. Vettem még ezen kívül két Long Lasting Stick szemhéjstiftet. Ezek ilyen tekerős szemhéjstiftek, amiket ugye felvisztek a szemhéjatokra, újra picit eldolgozzátok, és gyakorlatilag készen is van a szemsmink. Ezeket használtam a mai sminkemhez is, igazából semmi extra magas, de szerintem nagyon szép lett. Az egyik egy ilyen világosabb pezsgőszín, ezt vittem fel így a belső szemzughoz, illetve a személy középső részére, a másik pedig inkább egy ilyen tópos, bronzosabb szín, azt vittem fel a külső részbe. Nagyon gyorsan eldolgoztam őket újjal, mert hogy ezek tényleg nagyon gyorsan úgymond megszáradnak. Ez nem mozdul, ez nem olvad le, ez nem folyik szét, nem gyűlik be, ezek tényleg nagyon tartósak. Úgyhogy ezeknek nagyon örülök, mert ráadásul ezek is akciósak voltak. Volt olyan árnyalat, amire 30% kedvezmény volt, volt olyan, amire 50, és a rengeteg színben kapható, és tényleg nagyon-nagyon jó, úgyhogy ezeknek baromira örülök. Vettem még egy Kiko Water Eyeshadow nevezetű szemhéjpúdert, aminek úristen, annyira szép a színe, hogy 219-es árnyalat, ami egy gyönyörű, de tényleg annyira gyönyörű, pinkes, aranyos szín, úristen, ez a tökéletes nyári szemfesték, bár az igazság, hogy szerintem ezt simán lehet pirosítónak vagy akár highlighternek is használni. Ezek a Water Eyeshadow szemhéjpúderek hihetetlenül pigmentáltak, a textúrájuk bársonyos, nem porolnak, gyönyörűen el lehet oszlatni őket a szemhéjon, úgyhogy úristen. Az a baj, hogy már így nézegettem a Kiko honlapját, hogy lehet, hogy le kéne adni egy rendelést. Pedig nagyon nem kéne, de most ezeket megvettem, és így használgatom őket, és úristen, teljesen kész vagyok tőlük, annyira jó. A következő, amit vettem a Kikóban, az a High Pigment Wet and Dry szemhéjpúder, ez a 04-es árnyalat. Ezek olyan szemhéjpúderek, amiket szárazon, illetve nedvesen is lehet használni. És ezek ilyen kis műanyag tartóban vannak benne. Maga a szemhéjpúder az pedig egy ilyen picit pezsgő színű árnyalat, ebbe is bele szerettem. Ezt egyébként már így utolsó pillanatban láttam meg, még gondolkodtam is, hogy megyek a kasszához, de aztán meglátom ezt, és úristen, teljesen kész voltam tőle, egyszerűen tényleg nagyon-nagyon szép. Ezek is nagyon pigmentáltak, és az a fény, meg az a csillogás, amit adnak, úristen. Szerintem annyira jók ezek a Kiko cuccok. Nem is értem, hogy nálunk miért nincs Kiko, volt pedig lehetne. Ja, és egyébként, még mielőtt elfelejtem, ezeket a típusú szemhéjpúdereket ki lehet venni ebből a kis pennből, mert ugye ezek mágnesesek, és akkor belerakhatjátok őket. Azt hiszem, lehet talán a Kikóban is ott kapni ilyen palettákat, amivel bele lehet őket tenni, vagy hogyha van valakinek ilyen Z palettája, vagy bármilyen mágneses palettája, akkor abba is lehet ezeket gyűjtögetni. Vettem még ezen kívül egy Shade Fusion pirosító triót, ez a 03-as árnyalat. Én már a csomagolástól is teljesen oda vagyok, tehát hogy szerintem gyönyörű, de a pirosító az meg úristen veszély. Ez van egyébként most az arcomon, és annyira szép természetes fénye van, nem ilyen nagyon durva fény, tehát nem az van, hogy így csillog tőle az arcom, de mégis van egy enyhe természetes ragyogása, meg hát a színe is gyönyörű. Ez egyébként több árnyalatban is volt, talán, hogyha jól emlékszem, akkor 6 árnyalatban is lehetett kapni, és most megnézem, hogy szerintem ezt is ki lehet egyébként venni a palettából, de nem vagyok benne biztos. Volt egyébként egy másik pirosító, amivel nagyon-nagyon kacérkodtam, mégpedig ennek a kollekciónak a szintén háromszínű pirosítója, de úgy gondoltam, hogy egyszerűen nem vehetek két pirosítót, mert így is van már egy csomó.
Úgyhogy ezt végül ott hagytam, de ennek nagyon-nagyon örülök, mert szerintem gyönyörű szín és egyszerűen tökéletes. Természetesen vettem még egy körömlapot is, mert hogy 1,90 € voltak leárazva ezek a típusú körömlapok, úgyhogy én elhoztam az most vagy 511-es, vagy 57-es árnyalatú lapot, nem tudom, de ez egy ilyen májvás, kicsit bordós, csillámos lap. Valamiért most úgy gondoltam, hogy kéne nyára egy csillámos lap is, mondom ezt most ilyen abszolút nude körmökkel, lehet, hogy pont azért kívántam meg egy csillámos lapot amúgy. És igazából ennyi, ezeket vettem Bécsben, én nagyon örülök mindennek, tényleg nagyon elégedett vagyok, mert szerintem szuper dolgokat vásároltam, és tényleg nagyon jó kis akciókat fogtam ki. Hogyha esetleg valamelyik Kikó termékről szeretnétek külön tesztet, akkor azt írjátok majd meg, mert szeretnék róluk írni a blogon, csak érdekel, hogy mi az, amire leginkább kíváncsiak vagytok ezek közül, vagy mi az, amit esetleg ti próbáltatok már, vagy hogyha van olyan, amit ajánlanátok a Kikótól, akkor azt is mindenféleképpen írjátok meg, mert ahogy mondtam, erősen kacérkodom a rendelés gondolatával. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, mert mindig nagyon örülök, hogyha jönnek új feliratkozók, ez nekem mindig nagy boldogság. Legyen szép napotok, találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!